Már régóta időszerű volt a fehérgyarmati bölcsőde felújítása. A korábbi struktúra nem felelt meg a kor követelményeinek, és nem biztosított elegendő helyet az odajáró gyerekeknek sem. Az intézmény azonban folyamatosan működik, így hosszú előkészítést követően a nyári szünetben alig 2 hónap alatt kellett elvégezni a kivitelezőnek a munkálatokat. 148 millió forintot nyert el a város erre a beruházásra. Tulajdonképpen a teljes rekonstrukciós költséget, illetve eszközbeszerzés, bútorzat és egyéb más eszközöknek a beszerzését tartalmazza. Amit tudni kell, hogy az épület nem csak megújult, hanem átalakításra is került, ugyanis a korábbi csoportszobák nem feleltek meg a jelenlegi előírásoknak, illetve nem voltak meg azok a kiegészítő helyiségek, amelyek szükséges a mostani szabályok szerint egy bölcsőde működéséhez. A megújult és kibővült bölcsődét jelenleg 24 gyermek használja. Ez nem csak a város számára jelentős fejlődés, hanem a térségnek is. Amikor a város polgármestere voltam, hogy egy-egy bölcsődei férőhely kialakításához a városnak közel 1 millió forintot kellett hozzátenni, és akkor igen, komolyan gondolkodtunk arról, hogy esetleg bezárjuk a bölcsődét, a korábban is létezett bölcsődét. De hát egy város attól város, hogy a nehezebb időkben is fent tudja tartani a bölcsődőjét. Most pedig így azért sokkal könnyebb, hogy a magyar kormány kiemelten támogatja a bölcsődéket. Ugye a bölcsődének az az értelme, hogy a anyuka vagy éppen az apuka visszamehet dolgozni a gyermek 3 éves kora előtt. A bölcsődei rendszer egy olyan kihívás jelenleg, amelyre a kormány is igyekszik nagyobb figyelmet fordítani. 2010-hez képest a bölcsődei beruházásokra 3-szor annyi forrás, összesen 1,5 milliárd forint áll rendelkezésre. 2020-ra pedig az egyéb támogatási konstrukciókkal ez az összeg 4,5 milliárd forintra nő majd. Így a korábbi 50 000 bölcsődei férőhely 70 000-re nőhet. Ezt már az építésügyért és infrastruktúrális környezetért felelős államtitkár emelte ki ünnepi beszédében. A népesedési kérdések mindig kiemelt figyelmet kapnak a kormánytól. Ugye a családtámogatási rendszerünk 2010 óta egy rendkívül dinamikus fejlődésen esett keresztül. A családtámogatások 2,5-szeresére növekedtek 2010 óta, ez Kelet-Közép-Európában is példaértékű, a GDP 4,6%-át jelentik, 2019-ben 2,3 milliárd forint áll a családtámogatási rendszer rendelkezésére, de ez természetesen számos egyéb intézkedés segíti. Így például a családvédelmi akcióterv, amely újabb támogatásokkal segíti a gyermekvállalást. Jelenleg a különböző komponensekből 36 000-en részesültek már, tette hozzá az államtitkár.